Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. Július 21-e Dániel és Daniella napja van. 50 évvel ezelőtt lépett először ember a Holdra. 120 éve született Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, az Elveszett Nemzedék jeles tagja. Most jöjjenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Mindkét irányba kritikus volt a helyzet ma a szerb-magyar határátkelőkön. Nőtt Újvidék lélekszáma, az ingatlanok ára is emelkedett. A végénél tart a búzaaratás a Bánátban, a hozam kisebb a korábbi évekhez képest. Megnyitották a Palicsi Filmfesztivált, a főversenyprogram ma kezdődik. Hatalmas torlódás alakult ki a Királyhalom-Ásotthalom határátjárón ma mindkét irányban. A Röszke-Horgos autópálya átkelőn a szerb oldalon csak a minimális útlevél és vámvizsgálatot végzik el, hogy felgyorsítsák az országba való beléptetést. A délutáni órákban már a kilépő oldalon is feltorlódtak a személygépkocsik, a buszok és a kamionok is. Legalább 3 órát várakoztak azok, akik a királyhalmi határátkelőn akartak átmenni vasárnap délelőtt Magyarországra. A végeláthatatlan sorban legtöbb volt a szerb rendszámú autó, sokan figyelmen kívül hagyva, hogy most van az idegenforgalmi csúcsidény, és rengeteg a vendégmunkás a határon, kisgyerekekkel, családostól keltek útra, a Mórahalmi vásárba vagy a fürdőbe. A palicsi Baka Ferenc is fürödni indult el családjával. Mórahalomra, hát egy fél órája. Körülbelül. Mire számítotok, hogy mikor érhettek majd át? Hát remélem, hogy még egy óra, másfél. Azt hallottátok, hogy hétfőtől hosszabbított nyitvatartás szerint dolgozik ez a határátkelőhely? Igen, hallottuk. És mit szóltok hozzá? Hát örülünk. Gyakran hosszú ideig meg sem mozdult a sor, miközben Magyarország felől folyamatosan jöttek át a járművek. A várakozó utasok közben napoztak, cseverésztek, friss homoki gyümölcsöt vásároltak, vagy éppen társas játékoztak. Az újvidéki Leposava Pavlovics babájával, kisgyerekekkel és várandós barátnőjével a hűvösben húzta meg magát. Imamo malo bebu od 6 mjeseci, dvoje dece od 4 godine, čekamo već preko sat vremena i čekat ćemo sigurno još sat vremena. Ovo je katastrofa. Stojimo ovdje u hladovini, ali nas tamo čeka sunce i ne znamo kako ćemo izdržati. A Magyarországra belépő oldalon csak egy kapu dolgozott, ezért haladt lassan a sor. Zökkenőmentesebb volt viszont az átkelés Ásotthalom felől Királyhalom irányába. Jónás Attila Budapestről indult el családjával nyaralni. Montenegróba és Szerbiába is. Tehát nyaralni mennek. Mióta várnak itt a kilépésre? 35-kor kezdtük, tehát durván 40 perce. A türelmetlenebbek gyalog vágtak neki a határnak. Sokan várakoztak Ásotthalomnál is a Szerbiába való belépésre, viszont két forgalmi sávban engedték az autósokat, így viszonylag gyorsan haladt a sor. Hétfőtől július 22-től egy hetes időtartammal a Királyhalom-Ásotthalom határátkelőhely kísérleti jelleggel 7-től 22 óráig tart majd nyitva, akárcsak a Horgos 2, Röszke 2 határátkelőhely. Az illetékesek azt tanácsolják, hogy minél többen éljenek a hosszabbított nyitvatartás lehetőségével, használják ezt ki, mert minél többen használják majd a határátkelőt, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a hosszabbított nyitvatartása későbbiekben is megmarad, vagy akár 0-tól 24 órás nyitvatartásra is lehetőség lesz idővel. Stábunk a Horgos-Röszke autópálya határátkelőt is megcélozta, ám 1 kilométerrel a határsorompók előtt dugóba ragadtunk. Buszok, kamionok, türelmetlen autósok tolongtak. A sorokban várakozók a tűzcsapoknál hűtötték magukat. A ki- és a belépő forgalom is jelentősen megnőtt ezen a hétvégén. Vigán Szaliu az észak-macedóniai Tetovóba tart haza busszal. Koliko ima autobusa na mađarskoj strani, koliko se čeka sada? Pa 20 ima neki. I se čeka pola sata za svaki jedni autobus. Onda koliko ste vi čekali, znači da biste prešli u Srbiju? 4 sata u mađarskoj granica i tu će sigurno čekati
3-4 szálltak. A magyar oldalon 9 kilépőkapu dolgozott, így a másfél kilométeres kocsisor viszonylag gyorsan haladt. A szerencsésebbek akár egy óra alatt átérhettek a szerb oldalra, de volt, aki 3-4 órát is vesztegelt. A verbászi Jovica Popovics Dortmundból utazott. Rade, ja mislim, sve kapije su funkcije, čekali smo, nismo više od 45 minuta. Znači imali ste sreće onda sad? Jeste, lepo smo prošli, da. Ali gužve? Pa jeste, poprilično, da. Borko Spáricsa, a horgosi határrendőrség segédparancsnoka elmondta, most már mindkét irányban torlódás van. Trenutno stanje saobraćaja na graničnom prelazu Horgošu je tako da se radi 6 saobraćajnih traka na ulazu u zemlju putnički saobraćaj. Minimum granične kontrole je u toku, da bi se oslobodili ovih gužvi koje su trenutno u toku. Autobuski saobraćaj također je u čekanju 60 minuta, također isto minimum granične kontrole. Teretni saobraćaj nema dužih zadržavanja na ulazu kao ni na izlazu, dok na izlazu putnički saobraćaj se radi u 3 trake i autobuski u jednoj traci bez dužih zadržavanja trenutno. A torlódás a következő hétvégén tetőzhet mindkét irányban, tette hozzá az illetékes. Holnap felavatja Hunyadi János szobrát a Zimonyi Dunaparton Alekszandr Vučić szerb és Áder János magyar államfő. Ezzel magyarok és szerbek együtt tisztelegnek Nándorfehérvár védői előtt, akik 1456-ban életüket áldozták a hősies küzdelemben, és megemlékeznek a július 22-i diadalról, amelyre egész Európa felfigyelt. A hétfői eseményt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti 11 órától, aznap esti 20 órai híradónkat követően pedig a felvételt tűzzük műsorra. Több mint 11 ezeren költöztek tavaly Dél-Bácska területére, ugyanakkor több mint 10 ezeren el is hagyták ezt a térséget. Az új lakosok jelentős többsége Újvidékre költözött, és ezzel együtt az ingatlanok ára is jócskán megemelkedett. A zentagunarasi születésű Török Erna az egyetemi évei alatt döntött úgy, hogy véglegesen Újvidékre költözik. A fiatal újságíró szerint a város rengeteg mulaszthatatlan lehetőséget nyújt az ide költözők számára. Újvidékben az a pozitív, hogy a városnak van folyója, hogy itt a Duna, például a strand egy ideális kikapcsolódási lehetőség. Emellett a központ mindig mozgalmas, mindig történnek események, rengeteg a rendezvény, rengeteg a fesztivál, úgyhogy a kikapcsolódásból és a programokból nincs hiány. Munkalehetőség van elég a városban, de ugyanakkor a költségek is magasak. Egy lakás bérlése most a számlákkal együtt, ha egy egyszobás lakást nézünk, akkor minimum 250 euróba kerül. Ez az a minimum, amiért most lehet találni lakást Újvidéken. A 2018-as év folyamán mintegy 8500 új lakosa lett Újvidéknek. Körülbelül 4000 férfi és 4500 nő döntött úgy, hogy ebben a városban folytatja az életét. Az ideköltözők csoportját főleg a 25 és 34 év közötti fiatalok alkotják. Nem mellékes tény, hogy tavaly több mint 6000-en el is hagyták, azaz elköltöztek a városból. Így valójában csak kicsivel több mint 2000-rel nőtt a lakosság száma Újvidéken. Ennek ellenére az ingatlanok ára mégis hatalmasat ugrott az elmúlt egy évben. Očigledno je da dolazi veliki broj ljudi, najviše sa strane tu iz Srbije. Znači iz Vojvodine, iz manjih mesta i tako dalje. Ljudi uglavnom žele da rešavaju deci problem time što će ili iznajmiti stan u Novom Sadu prilikom studiranja ili ga kupiti kako bi malo smanjili trošak tog studiranja od 4, 5, 6 godina, zavisi koliko bude. Cene su skočile značajno, znači negde na nivou sigurno od 200 eura po kvadratnom metru. Ono što se kupovalo za 800, sad je 1000 i tako dalje, pa čak ima ekstremnih situacija gde dotiče i 2000 eura po kvadratu, najstrožem centru ovde oko Spensa i tako dalje. Az ingatlan ügynök szerint nem valószínű, hogy csökken az ingatlanok ára Újvidéken a közeljövőben, legfeljebb stagnálni fognak. A város, mint mondja, folyamatosan bővül. Jelenleg épp a telepváros rész az egyik legvonzóbb helyszín a befektetők számára. Ott tapasztalható leginkább a városiasodás, illetve az új tömbházak tömeges kiépítése.
Négy és feles erősségű földrengés rázta meg vasárnap 9 óra körül Bosznia-Hercegovinát. A rengéseket Újvidéken is érezni lehetett. A földrengés epicentruma 14 kilométerre északnyugatra volt Tuzlától. A jelentések szerint a rengés 2 kilométeres mélységben volt, Tuzla lakosai pedig arról számoltak be, hogy az épületek 5-10 másodpercig rengtek. Újvidéken azt mondták a helyiek, hogy a bútorok rezgésére és csillárok kilengésére figyeltek fel. A földrengés érezhető volt Szerbia más város is, Sabacon, Vrdniken és Mitrovicán is. Alexander Vučić szombati sajtótájékoztatója után elkezdődött a szerbek üldöztetése Koszovóban, jelentette ki Marko Djuric. A szerb kormány Koszovó ügyi irodájának vezetője hozzátette, Ramus Haradinaj koszovói miniszterelnök lemondására Alexander Vučić szerb államfő tegnap reagált. Ezt követően mindössze néhány óra elteltével a várakozások szerint elkezdődött a nyomásgyakorlás a szerbekre. Djuric szerint Pristina ezzel a lépéssel a nemzetközi közösség előtt akarja hamis színben feltüntetni Szerbiát. Goran Stanisic letartóztatása kapcsán elmondta, határozottan elítéli azt és azonnali szabadonbocsátását követeli. A szerb férfit tegnap tartóztatták le Koszovóban és azzal gyanúsítják, hogy háborús bűnöket követett el. Ramus Haradinaj után további koszovói vezetők is idézést kaptak Hágába. Jakub Krasniqi, a koszovói parlament volt elnöke, az úgynevezett koszovói felszabadítási hadsereg korábbi szóvivője a Facebookon közölte, hogy EHO 24-én meg kell jelennie az egykori Jugoszlávia területén elkövetett bűntényeket felderítő testület előtt. Mint fogalmazott, megkérdőjelezik ugyanezt a bíróságot, de bármilyen minőségben megjelenik a vizsgáló szervek előtt. Idézést kapott Szokoj Basota, a koszovói felszabadítási hadsereg törzskarának korábbi főnök helyettese, a Koszovói Demokrata Párt rangos tisztségviselője is. Előrehozott parlamenti választást tartanak Ukrajnában. Az urnákat este 8 órakor zárják. A szavazáson 22 párt és csaknem 6000 jelölt indul, közülük 2747-en pártlistákon, a többiek egyéni jelöltként a 199 egyéni választási körzetben. Ukrajnában vegyes választási rendszer van. A 450 fős parlamentbe a 199 egyéni választási körzet győztese kerül be, a többi helyre pedig a pártlistákon indított jelöltek a pártokra leadott szavazatok százalékos aránya alapján. A parlamentbe jutáshoz a pártoknak legalább 5%-nyi voksot kell szerezniük a listás szavazáson. A végénél tart a búzaaratás a Bánátban. A termés átlagok kismértékben maradtak el a korábbi évekhez képest. A tavaszi változékony időjárás megviselte a növényeket, így aztán kisebb terméssel kell megelégedniük a termelőknek. Az időjárás a vegetációs időszakban nem volt igazán megfelelő, nem bokrosodott a búza, emiatt kisebb a hozam. A korai érésű termények szenvedték meg leginkább az időjárás viszontagságait. Már nehézkés volt a kelés is, a kalászos kelései. Hát optimális időben előtt vette október, ugye közepéig mindenkié, de hát csak tavasszal kelt ki, február-márciusban, és akkor nem volt olyan ideje bokrosonni, tehát gyönge termés van. De hát úgy általában egy 30 pár méter holdanként beszélek. Hát avval még, ahogy március-áprilisban láttuk, még meg is lehetünk elégedve, akkor még alá is írtuk volna ezt a hozamot, de hát ez mind kevés, nagy haszon nincsen rajta. A kenyérgabona minősége idén átlagosnak mondható. Hát a termést közepesnek mondhatnám, úgy mennyiségre, mint minőségre is, habár egyes szerint, akik kivizsgáltatták, azt mondják, hogy igenis jó minőségű, tehát malmi minőségű a gabonák, ám az átvevők mégis azt mondják, hogy gyenge minőségű, és ezzel az árat is jóval lecsökkentették. Nehézkesen indult az év a változékony időjárás miatt. Egyesek mégis elégedettek a hozammal, mert elmondásuk szerint rosszabb is lehetett volna. Ami ennek indult az őszi vetés, utána a búzatermelés elég jónak sikerült. Az átlag termés 3000 kila körül, láncánként. A termelők elmondták, hogy a felvásárlók 18 dinárt fizetnek 1 kiló búzáért. Ez az ár azonban nem fedezi a kiadásokat. Abban reménykednek, hogy majd a kukorica és a napraforgó behozza a lemaradást.
A jövő héttől kézbesítik az idei évi vízlecsapolási illetékre vonatkozó végzéseket, közölték a Vajdaság Vizei Közvállalatnál. A tavaly decemberben életbe lépett új törvénnyel összhangban változik az illeték elszámolásának módja, amelynek alapjául ezentúl a kataszteri jövedelem helyett a földterület minőségét és a rajta termő növényi kultúrákat veszik. Ezeket az adatokat a Köztársasági Földmérő Intézet adatbázisából veszik, amit legutóbb június 24-én összegeztek. Újdonság még, hogy a megállapított összeget részletekben negyedévenként kell befizetni, akár csak a vagyonadót. Az érintettek most 3 befizetőlapot kapnak, az egyik az idei év első 2 negyedévére vonatkozik, és a kézbesítéstől számított 15 napon belül kellene befizetni. A második csekk befizetési határideje augusztus 15-e, a harmadiké pedig november 15. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Majdány rábéi közösségi napokat tartottak a hétvégén. Napsütésben gazdag idő várható a jövő héten is. Sikeresen elstartolt tegnap este a 26. Palicsi Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválja. A szabadtéri színpad nézőtere roskadásig megtelt. Több mint 1500 filmrajongó zsúfolódott a padokon és a lépcsőkön az ünnepi megnyitóra és az első filmvetítésre. A szervezőkhöz az idő is kegyes volt idén. A kellemes nyári estében szúnyogirtókkal felszerelve a közönség önfeledten gyönyörködhetett Pedro Almodóvar a Cannes-i fesztiválon is díjazott spanyol rendező filmdrámájában. A Fájdalom és Dicsőség című legújabb alkotásban. Több mint 25 ezer filmkedvelő látogatására számítanak idén a 26. Palicsi Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválján, amelyen 130 játék, rövid és dokumentumfilm 15 kategóriában felsorakozó alkotás közül szemezhetnek a filmrajongók. A szombatesti ünnepélyes megnyitóra is már óriási volt az érdeklődés. A szabadkai Szeles Attila az olasz filmeket szereti a legjobban, de a magyar alkotásokat sem hagyja ki. Olyan filmeket láthatunk, amit egyébként nagyon ritkán tudunk megnézni. A fesztivál megnyitóján átadták az idei Lipka Sándor életműdíjakat. Milyen Krékak Jákovics szerb látványtervező és Rajko Grlić horvát rendező és forgatókönyvíró az idei kitüntetettek. A két kiemelkedő alkotó életművét bemutató kisfilmek után Rajko Grlić nyitotta meg a 26. Palicsi Filmfesztivált. A vasárnapi sajtótájékoztatón Rajko Grlić 72 éves horvát filmes elmondta, folytatja a filmes munkát, mert még van mesélni valója. Ali samo o vama ovisi. Nema tu alibija da mi nisu dali. A sajtótájékoztatón még elhangzott, hogy a felújított Palicsi Abázia mozit a Szerb Kulturális Minisztérium közbenjárásával Vajdasági Filmművészeti Múzeummá alakítják át. Művelődési műsor, gyerekfoglalkozások és vetélkedők várják a Majdány rábéi közösségi napokra érkezőket a hétvégén. Magyarországi fellépők is érkeznek, Varga Miklós, Petróci Gábor és Páncél Klaudia is színpadra lép. Rábé falu lakói különösen várják a helyi közösségi napokat. Különösebb programok meg ilyen nem történik a faluba. Nagyon kevesen maradtunk. Szabó Tibor oroszlámosról kerékpározott át Rábéra. Szerettem megnézni ezt a rábei kultúrműsort. Nagyon szép, és szeretném, hogy ez legyen oroszlámoson is. Szombaton Rábén, vasárnap pedig Majdányon tartanak programokat. Kétnapos a rendezvényünk, mai napon Rábén vagyunk. A kopjefa megkoszorúzása, amit a falu fennállásának 255. fordulójára avattunk fel még 2012-ben, megkoszorúztuk. Fontosnak tartja a magyar nemzeti öntudat erősítését Pásztor István. A VMS elnöke kiemelte, ezért is nagyon jelentős a kopjefa, amelyet megkoszorúztak, hiszen múltunkra emlékeztet. Azt gondolom, hogy ez a kopjafa, amit ma megkoszorúztunk itt, és amelyiknek a tövében
egy 1256-os dátum van bevésve, az nem csak a rábélyaknak és a majdányiaknak fontos, hanem az egész vajdasági magyar közösségnek, sőt, ha úgy tetszik, az egész nemzetnek. A rábélyi kultúrműsorban a vers és énekszó mellett egy rövid összefoglalót is tartottak a leendő határátkelő kiépítéséről Rábé és Kübekháza között. Horgász és főző versennyel, művelődési műsorral, koncertekkel ünnepelték meg a falunapot Magyar Csernyén. Az ünneplés több napig tartott, a házigazdák gazdag programmal várták a helyieket és a vendégeket. A falunap elsődleges célja a kikapcsolódás és a kapcsolatteremtés. A közösségi program lehetőséget teremt arra, hogy az emberek jól érezzék magukat. Hát nagyon tetszik, hogy találkozunk több néppel, másik falvakból, meg ez a leglényegesebb, hogy találkozunk, szórakozzunk. Az elvándoroltak évi szabadságukat úgy tervezik, hogy ilyenkor hazatérjenek. Csak is azok, akik éveken keresztül külföldön élnek, nézik azt, hogy a mai napra hazaköltözzenek, találkozzanak a rokonsággal, a barátokkal és az ismerősekkel, és akkor egy jó hangulat alakul ilyenkor ki itt a focipályán. A falu legnagyobb ünnepén a Prosperitáti Alapítvány pályázatain nyert mezőgazdasági gépeket is bemutatták. És ott végig sétálva Magyar Csernyén igazából nagyon sok új traktor, nagyon sok új gép látható. Az emberek elégedettek, elmondják, hogy nagyon sok évig kellett volna termelni, nyereséggel eladni, és a hasznot esetleg visszaforgatni, hogy ezt el tudják érni. Rövid idő alatt nagyon sokat tudtak előrelépni, megkapaszkodni, itthon a szülőföldön maradni. Az idei rendezvény is, mint minden évben, jó hangulatban telt el. Megmozgatta az egész környék lakosságát. Több mint 200-an voltak kíváncsiak a Kelebiai templom kertjében megtartott nóta és operettestre. A kávéházi cigányzene hagyományait felelevenítő Szóljon hát a nóta zenekar koncertezett. Az est folyamán kiváló vajdasági és magyarországi énekes szólisták léptek fel. Ismert dallamokkal kedveskedtek az előadók a magyar nóta, operett és a múlt század elejéről származó dallamok szerelmeseinek. A tavaly megalakult Szóljon hát a nóta zenekar egyre nagyobb népszerűségnek örvend vajdaság szerte. Sok helyre hívnak bennünket vajdaságban, különböző fesztiválokra, különböző ünnepi műsorokba, de akár bálakba is, hiszen ezt a műfajt szeretnénk visszavinni az emberek mindennapjaiba, és akár még visszavinni oda, ahova igazán való, az éttermekbe, a kávéházakba, hiszen a vajdasági magyar embernek a mulatásához nincs is jobb, mint az igazi cigányzene. A programot a Kelebiai templom búcsú keretében tartották. Az est folyamán színpadra léptek Szabó Dékány Zsófia, Hevesi Tibor és Fábián Péter énekesek is. Paskú Csaba plébános elmondta, igyekeznek az egyházi ünnepeket kulturális eseményekkel megfűszerezni. A központi istentisztelet köré olyan kulturális rendezvények párosuljanak, amelyek ezt az eseményt szinte foglalatba teszik, kiemelik és fontos eseményként beírják az emberek szívébe és lelkébe, mint egy gyönyörű szék épkövet, amit úgymond egy aranyba foglalunk. A nóta és operettest megszervezését a magyar kormány és Szabadka önkormányzata is támogatta. Napsütésben gazdag idő várható a jövő héten is. Az előrejelzések szerint hétfőtől a napi csúcshőmérsékletek rendszeresen meghaladják majd a 30 fokot. A szikrázó napsütésben sokan választottak szabadidős programot a Palisító környékén. Volt, aki horgászott, strandolt, napozott, de olyan is volt, aki csak élvezte a szép napsütéses időt. A hétfői nappali csúcshőmérséklet a 32 fokot is elérheti, az éjszakai pedig 18 fok körül alakul majd. Kedden és szerdán is marad a szikrázó napsütés, a nappali hőmérséklet 30-31 Celsius fok között mozog majd. A hét további részében is a napi csúcshőmérsékletek rendszeresen meghaladják majd a 30 fokot. A melegfrontra érzékenyeknél alvászavar, álmatlanság, napközben pedig tompaság, koncentrálási problémák léphetnek fel. Ingadozhat a vérnyomás és rosszul lét is előfordulhat. Magyarországon viszont hőség és zivatar veszély miatt is figyelmeztetést adtak ki mára. A közlés szerint egy hideg front érinti az országot. A
harmadik helyen kiemelt Zentai Györe László két szettes vereséget szenvedett a magyar Balázs Attilától az 524 ezer euró összdíjazású umági salakpályás férfi tenisztornál döntőjében. A világranglistán 207. helyezett magyar Balázs Attila a selejtezőből jutott fel a főtáblára. Korábban egyszer jutott el a legjobb négyig ATP tornán, még 2012-ben Bukarestben, finálét azonban most játszhat majd először. A negyedik helyen kiemelt szerb Dusan Lajović lesz a magyarországi Balázs Attila döntős ellenfele az 524 ezer euró összdíjazású umági salakpályás férfi tenisztornán. Lajović a szombati elődöntőben az olasz Salvatore Caruso-val találkozott, aki az első elveszített játszma után lábsérülés miatt feladta a mérkőzést. A horvátországi torna honlapja alapján a vasárnapi döntő 20 órakor kezdődik. Szabó Sebastian döntős 50 méter pillangónak Guangzhou-i világbajnokság úszóversenyeinek nyitó napján. A magyar színekben versenyző zentai úszó 200-addal rosszabbat úszott, mint az előfutamban. Szabó Sebastian összesítésben a 6. idővel került a fináléba. A hétfői döntőt közép-európai idő szerint 13 óra 47 perckor rendezik. Budapest rendezheti a 2027-es olimpiai kvalifikációs vízes világbajnokságot. Erről a vízes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség a FINA döntött vasárnap a dél-koreai Gwangju-ban. A jelenleg is zajló világesemény helyszínén határoztak úgy, hogy a 2025-ös VB-nek az oroszországi Kazány adhat otthont, két évvel később pedig ismét a magyar főváros lesz a házigazda. Budapest, amely tavaly előtt Balatonfüreddel közösen rendezte meg a vízes sportágok csúcseseményét, Pert, Róma, Barcelona, Fukuoka és Kazány után a 6. olyan város lesz, amely két VB-nek is otthont ad. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer, röviden. Mindkét irányba kritikus volt a helyzet ma a szerb-magyar határátkelőkön. Nőtt Újvidék lélekszáma, az ingatlanok ára is emelkedett. A végénél tart a búzaratás a Bánátban, a hozam kisebb a korábbi évekhez képest. Megnyitották a Palicsi Filmfesztivált, a főversenyprogram ma kezdődik. Köszönjük figyelmüket! Még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Presszóból megtudhatják, hogyan készül a Youth Jazz and Rock Fesztiválra Mészáros Armand zenekara. Az Ethno Jazz Orchestra és páros belépőt is lehet nyerni a Palicsi Summer Tripre. Sóti Juli várja a hallgatókat 8 és 14 óra között. Szabadkán kevés az illegális állami föld használó a többi városhoz, községhez viszonyítva, állítják a szakemberek. Erről is lesz szó hétfőn a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában. A televízióban este a Rémálmok nyomában című magyar portréfilmet láthatják. Szép estét kívánok!